Lassan elkészül a belső úthálózat Bárta a Bártaszéki Városi Köztemetőben. A 2015-ben indult projekt fokozatosan haladt előre az évek során, azonban az építkezés menetét az is befolyásolta, hogy az elmúlt években drasztikusan drágultak az alapanyagok, ezért évről évre egyre kisebb szakasz tudott megépíteni a kivitelező. A polgármester elmondta, hogy már nincs vissza sok, és reméli, jövőre befejeződhet a projekt. Jelen pillanatban a temető északi bejárata és a déli bejárata közötti összekötő útnak a következő szakaszát valósítottuk meg, terveink szerint 2021-ben talán be is tudjuk fejezni, és össze tudjuk kötni a két bejáratot, és meg tud valósulni a belső út. A belső út kiépítésének elsődleges célja az, hogy a temetkezési szolgáltatásokat zavartalanul lehessen biztosítani, például, hogy a kegyeleti jármű a temető területén belül tudjon közlekedni. A Bátaszéki Városi Köztemető fenntartási kötelezettsége a helyi önkormányzat feladata, azonban az üzemeltetési feladatokat egy temetkezési vállalkozás látja el. Minden esztendőben egyébként beszámol az üzemeltető az évi feladatokról. Számba vesszük a temető üzemeltetéséből befolyt bevételeket, számba vesszük a kiadásokat, és a jelen hatályos jogszabályok alapján a különbözetet a fenntartó tulajdonosnak köteles megtéríteni a szolgáltató felé. Az éves szinten mintegy egy millió és másfél millió forint között mozog. Tehát az üzemeltetésre és fejlesztésekre fordított összeg éves szinten közel 3-3,5 három, három millió forint. 2021-ben a Bátaszékváros önkormányzata a futó projekt befejezése mellett a főbejáratnál lévő lélekharangtorony felújítását tervezik szintén önerőből